megnyitjuk az író-olvasó találkozónkat, és szeretném a tisztelt közönségnek bemutatni Ruva Farkas Pát, akivel tartjuk ezt az író-olvasó találkozót. Kavarog a por, mámorít a kor, ha fentről jön, elmegy, ha szemből jön, elfed. Most mit tegyek, egek? Éged bennem a kegyelem. Ami volt, megvolt, amilyen, megron. Az élet elfut, az meg nem áll. Istenem, milyen rövid az élet, még emlékezem rád. Ruva Farkas Pál,
szívemből új világ születik. Amikor majd éltem nélkül jön fel a nap, s megy majd a semmibe, talán újkor fakad a földön, vagy meghal akkor is. S a föld egy darabkája kiköt egy másik rendszerben. S szívemből egy dal fakad, s a tavaszi szél vizet áraszt, és virágterem a síromon, és az ágakról minden madár társat választ. Virágom, majd meglátod, hogy sorra újra kél a nap, s lesznek újra harmatos reggelek, rózsaillatú temetők, mert az eltávozottakat el kell engedni, és fel kell nézni újra az égre, hogy megkeresítek azt a csillagot, amelyik csak a miénk volt, mert újra elindítja a szerelem az élet verkliét, amelyiknek szalagjára még a teremtő gravírozta be a bajszolmizációját, melynek mentén újra éled az életlánca, és a tavaszi szél szétszórja szívem kódolt jeleit, és a szerelem újra felfűzi gyöngyeit az asszonnyal működő emberi saj hangvillái közé. Lay, 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 lay
testvére, és utólagosan Jakab Szonya, 8. osztály, Jakab Szinti, 7. Lengyel India, 7. Lőkösházi tanulóink voltak. Köszönjük! Ezt a kis műsort szándékosan Polgáros Ferúval úgy beszéltük meg, hogy egy kis meglepetést köszönöm szépen. Hozunk össze neked, tényleg és Anikó segítségével, illetve a két hölgynek segítségével ezt a kis csodálatos szép műsort. Azt gondolom, hogy ez mindenkinek tetszett, ez igazi roma kultúra, és hát ezzel akartunk téged köszönteni. Nagyon szépen köszönöm. Én köszöntök mindenkit, és örülök, hogy hazajöttem. Igen. Te itt van a gyereken. Itt jártam iskolába, itt éltek a szüleim, és én is olvasok most, jó? Cirokseprővel. Ha kérhetem, van elzárva. Ne ordítsd a szót, csak szépen, bölcsen, kézen fogva vezest, mint a vásáron a kis csikó. Kecsesen. Fennhordott fővel szabad, mint márciusban a szózat. Engel, csak úgy szabadon vagy szóljon. Repülhessen, mint a fecske, aki csak jön, száll haza hozzám, hogy ismét megérinthessen a tavaszt, hogy ezt a dohos téli ágy alatti szagot kisöpörhesse szívemből a szerelmes eleki szél. Nagy örömöm, azt hittem, mikor itt ültem, hogy itt nem leszünk ennyien, és semmi örömöt nem éreztem. Aztán, mikor megjöttek a gyerekek, akkor azt mondtam, hogy igen, és megjöttek barátom, testvéreim. Azt mondtam, igen, itt még nem felejtették el a gyökereket. Csak az öröm szarvái. Nem tudok nélküled élni, de veled élni meg fáj. Hát mondd meg, messze van még a messzi? Vagy csak az ökröm szarvái, babám? Nem tudom, mert azt se tudom, hol áll az ökröd, te szamár. Az ember, igen? Mindjárt átadom a szót. Nem, inkább lesz, mert ez szerintem jobb. Én úgy is elmondom, amit akartam. Amikor én elkezdtem, mikor engemet megtalált a költészet, inkább így fogalmazok, az nagyon apró gyerekkoromban volt. Én sose gondoltam azelőtt se, azután se, és a mában sem, hogy a költészet az a naivitás és a realitás közötti olyan mező, egy olyan csoda, csodálatos rét, mint a mezőn a virágok. Ezért aztán én meg is festettem azt a képet, ami ott van Judit feje fölött, és azok mezei virágokból raktam össze egy csokrot. Mert a költészet önmaga is ilyen. Szavakból áll, de a stílusok, ha egy csokorba vannak rakva, minden stílus a maga színét, illatát hozza. És a szabad vers és a rímes versek, azok mindegy családban, egy csokorba valók, egy vázába, de nem mindegy, hogy hogy írják meg, ki írja meg, milyen érzésvilágot tükröz vissza. Hát ilyenek a versek. Lehet szabad vers, szárnyaló, de lehet egy zárt
hexaméteres, ölelkező rímes vers borzalmas. Mindig az a fontos, mint az emberi szemek. Az arc lehet, hogy mond valamit, de a szemeket nem lehet meghazudtolni. A szemek mindig igazat mondanak. Csillagom. Félek tőled még magamtól is sokszor. Valaha más voltam, de amióta eltűntek körülötted gondolataim, arra, csak is arra gondolok, hogy aki közeledbe kerül, azt elnyeli valami, vagy végleg eltűnik. Rájöttem, igaz elég későn, jobb tőled távol tartani magad maradni, és egy darabig még cammogva élni. Ez egy élethelyzetet fogalmaz meg ez a vers, és bizony az emberek, mint én is, meg mint ti is, bocsánatot kérek, hogy letegezzek benneteket, engedjétek meg, hogy ne magázzuk itt egymást. Aki kíváncsi volt erre a délutánra, azok egytőről fakadt emberek. És én most egy kicsit lehet, hogy politizálni fogok, ezért elnézést kérek. Az egytőről fakadást az Istentől való rendhagyó eset. Én azt hiszem, hogy lehet több vallás egy földön, de ha az isteni szeretet nem egy csokorba köti őket, akkor abból halál lesz a vége. Háború, gyilkolás, és nem tűrjük a másikat. Akik idejöttek, azok most el lehet nézni, hogy az egyik egy gyöngyvirág, a másik egy kamilla, a harmadik egy búzavirág, a negyedik egy rózsa, és így tovább. És azt szokták mondani, hogy hát én csak a rózsát szeretem. De van ilyen. A másik azt mondja, nem, én a pipacsot szeretem, meg a szarkalábat. És így tovább. Bátorkodom azt mondani, hogy legyen mindenkinek stílusa és érzésvilága. De azt nem lehet elviselni, hogy az emberek kiirtsák egymást. Miért sír a nap? Ha végigfutsz a fasoron, nincs mit tennem, így nem láthat az eperfasor levelei között a kacérkodó reggel napszerethető fényei. Anyánk haldoklásait sem, mert a délutánok olyan rövidek, hogy még arra sem futja, hogy a sárga ablaktól a kék ablakig juss. Ne várd a tavaszt, mert a mama már nem fordul be a sarkon. Neki már kint pihennek a vékonykal csontjai, a medgyesi temetőbe háttal a lemenő napnak, a sírdogáló fák alatt. Mert egyszer a kíváncsiságunk fölszeleteli a gondolataink millingjeivel, elméleteink emlékeit. De minden hiába, ha pontos leltárunkat belepi a feledés, pontatlansága, mert egyszer meghalna ölé a szó. Köszönöm szépen! Előtte megbeszéltük, hogy csak én beszélek, én olvasok föl részeket. Hát ez egész máshogy alakult, és meg kell, hogy mondjam, nagyon nagy örömömre alakult, hiszen én ilyen szépen valószínűleg nem tudtam volna elmondani. Én a száraz dolgokkal kezdeném, de mielőtt hozzákezdenék az életrajzhoz, mert bizonyára mindenkit érdekel egy kicsit, nem baj ugye, hogyha ülve maradok. Kicsit közvetlenebb. Köszönöm a kollégáknak és a gyerekeknek a műsort. Nagyon nagyszerű volt. Már itt a poént lelőtték, hogy eleki gyerek voltam, stb. Tehát itt ezzel már nem tudok mit kezdeni. Én mondhatnám most azt, hogy készültem. De a versekkel nem tudok versenyezni. Kedves búzavirágok, kamillák és rózsák. Ruva Farkas Pál Újkígyóson született, sok gyermekes olácigány családban.
a gyökerek, a cigány lovári anyanyelv, a hagyományait őrző közösség, a Bibliát olvasó mesélő és előadó készségéről messze híres nagy törvényű apa és a gyermekeit áldozatosan szerető iskoláztató anya példája mélyen beleívódott az érzékeny lelkű és már kora ifjúságában irodalmi érdeklődést tanúsító emberben, fiatal emberben. Első versei napilapokban jelentek meg, sajátos képi világú, ezt az előbb tapasztalhattuk, és erőteljes és szenvedélyektől átitatott, ugyanakkor fegyelmezett, szinte vallandai szerkezetben. Volt olyan, aminél épp azon gondolkoztam, hogy akár ezt idézni is lehetne, hiszen annyira szépen szóltak még azok a szavak is, amelyeket összekötő szövegként mondott a verseknél. A mesevilág számára nem valódi, hanem a fájdalom, a mellőzöttség, a megalázottság, az ellene való lázadás, a cigánylét minden küzdelme, öröme és ellentmondása jelen van. Sajátosan cigány, sajátosan magyar, ugyanakkor egyetemes ez a költészet, mert egyetemesen emberi és természetes. Én megmondom őszintén, hogy rám elsősorban nem a versek voltak ilyen hatással, hanem ahogy megérkeztem, akkor is bele-bele olvastam a regényekbe. Sajnos nagyon sok helyen a könyvtárakban, én Csabán is néztem, de igen szegényes a kínálat. Itt rögtön abban a pillanatban rávetettem magamat a könyvekre, és ennek megfelelően én szeretnék a munkásságáról egy kicsit beszélni. Nem csak magyarul ír, hanem gyakran átvált lovári nyelvre is, ami sajátos kifejező erőt kölcsönöz a mondani valójának. Ennek megfelelően szintén nagyon különleges a magyar költészetben, amellett foglalkozott fordítással, prózafordítással, és természetesen a lovári új szövetség fordításában is részt vállalt. Költői írói munkássága mellett elismert újságíró publicista, szociológus, társadalomtudós, aki méltó nevet szerzett szakmai körökben. Alapító felelős szerkesztője a magyar sajtótörténelem első önálló cigánylapjának, a Románó Nyevipene, cigány újság, és itt rangos alkotó munkában vett részt, csaknem 20 munkatársal dolgozó szerkesztőségben. Nem lenne teljes a kép, hogyha nem mondanánk el, hogy nem csak az irodalomban vállalt szerepet, hanem meghatározó alakja a hazai cigány közéletnek, és jelentős szerepet vállalt a cigány értelmiségi és civil fórumok megalakításában és szervezésében. Munkássága külföldön is elismert, alapító tagja a Cigány Világszövetségnek. A szakmai önélet rajzában olyan sokat találtam, hogy csak kiemelek néhány dolgot, amelyek nagyon fontosak. Ugye beszéltünk, hogy újságíró, szociológus, társadalomkutató, író, költő, műfordító. Újságírói diploma, egyetemi diplomát az ELTE szociológia, szociálpolitikus szakán szerzett. A munkahelyekről itt már az előbb említést tettem, és nyelvismerete cigány felsőfok, kutatási területe társadalomtudomány, szociológia, néprajz, cigány nyelv. Rengeteg kitüntetéssel rendelkezik, ezek közül az egyik legfontosabb a kisebbségekért díj 2010, piramis díj 2012. Társadalmi kötelezettségei vannak, Magyar Televízió kuratóriumának tagja volt egy időben, a Duna Televíziónak, a Magyar Rádió kuratóriumának, a Hungária Televízió kuratóriumának tagja. Nagyon sok társadalmi szerepe is volt, úgy mint a 20. kerületi cigányklub vezetője, Békés megyében a néprajzkutatásban vett részt, az első cigány olvasótábor egyik szervezője, a 11. kerület Fehérvári úti munkásszálló cigányklub vezetője, ami gondolom nem lehetett olyan nagyon egyszerű. A velencei erkély emlékpályára. A mindenható csókja, mely kódja az örökkévalóság ránk hagyott romjai közt, az idő és a perc Eszterlánc DNS-ben rejlő, vezető utazása.
Meg kell értened az örök tüzek értelmét, hogy el tud viselni a romantikát és a szerelmet. A milói Vénusz forró combjai közt megkeresni a fiatalkorú halált, akivel nehéz a nász, de lassan megtanul járni is, Velence reményfáinak lobbanásai között. Ellopom csöndben a csendet, bóbiskoló szépasszonyok erkélyéről leselkedő bánatos csókjait, a fekete ruhájuk alatt hervadó lassúra sikeredett sikolyaikat, mert az éjszakák sarkaira szilánkokat görgetett, a várakozás szemeit szarkalábai megállítják az időt. Hát miért várod az utolsó kocsit? Nem látod, hogy ellopták tőled a gommelő tavaszt, és a soványra vékonyodott semmibe vezető út végét már a rózsaszín emlékek ujjai sem tudják megállítani. Szemeid örökérvényű zárkájába zárni, és meg sem történté varázsolni, az ifjúság a ma fiatalkorú emlékkönnyei, mely naívá teszi a múltból itt maradt szél simogatását, és a májusi lány cseresznye illatú csókját. Hát menj vissza a régi romokhoz megsimogatni az évezredes emlékcsarnokok oszloplábait, s hallgatni a madárdalok balladáit, mert elfutott a tejfogú nyár, csak a barnára öregedett falevelek és az alig melegítő őszi délutánok napsugarai szeretgetik még egy cseppet a csontsoványra aszalodott álmaimat. A kígyósi kertek alatt hagyott gyermekkorom éretlen sárga barackjai, és csak remélem, mire megérnek, én is hazaérek. Isteni hit, hogy az igének csalfa játéka? Az öröklés menetében történt valami stipli, vagy mutáció, mert a nő, a folyó, a csendesen hömpölygő óceán, az evolúció arcán lecsorgó könyv. Még mi férfiak csak cserje, vagy legjobb esetben egy bokor, mint borosta, ékeskedhetünk Isten orcáján. Na és akkor mi van azzal a bizonyos morállal? Nukleinssal, vagy mémek, valami más? A másságról tudod, másnaposság. Én kérdezek, akire rámutatok, az mondjon egy szó, és ide leírom. Tessék. Egy jellel írjuk, vagy két jellel? Miért írjuk kettővel? Ez jó, nem? Az egész világ ilyen. Megkérdezik tőle, hogy tessék mondani. Miért van ez így? Nem tudom. Na, leírom. Mi? Kutya. Könyv. Könyv. Mi? Lovas. Lovas. Macska. Egy, kettő, három, négy. Na még egy, valaki tegye fel, akit ki akar még ma. Mondja. Sport. Szabad-e egy olyat játszani, hogy egy, kettő, három, négy, öt szót kaptam, és hogy ebből csináljak egy verset? És utána felolvassa. Szabad? Igen. Jó. Na kérem szépen, kész van. Kész a vers, tudok benne. Mennyi idő? 2 perc, 6 másodperc. 7 perc, 6 másodperc. Oké. Okay. Azokat a szavakat kaptam. Állat, kutya, könyv, lovas, macska, sport, szeretet. Így van? Igen. Mondom. A kutya sem tudja, hogy a könyvet eszik-e vagy isszák, mert ő csak a macska farkát szeretné, a lehető legnagyobb szeretettel, a sportszerűség betartásával lovagi módra utolérni. Még egy vers mehet? Igen. Hátul. Boldog
Szavakat kérünk. Boldogság. Boldogság. Pénz. Pénz. Tessék? Család. Talán? Család. 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 Szegénység. Milyen? Szegénység. Megbecsülés. Megbecsülés. Ez anyagi. Egy, kettő, három, négy, ötödik. Legyen világbéke. Világ. Jóisten. Szépségversenyekre jár. Nem, csak szereti a női melleket nézni. Ez egy gyerekekben nagyon tetszik. Még egy szót valaki mondjon. Cigánykerék. 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 És te mit mondtál? Jó, akkor még egyet szabadjál. Akkor indul a mandula. Na jó. Most felolvasom. Mennyi az idő? 3 perc 39 másodperc. Ez hosszú lesz. 3 perc? 3 perc? 39. 39 másodperc? Igen. Szuper. A boldogságot örök életembe kergettem, nem tudom kiolvasni, mit írtam még. Jó. A csípős család meg csak csipkedett, elnye már te legény, nem elég, hogy sorró szegény vagy, még itt játszol a megbecsülés. Hogy itt keresed a megbecsülést, pedig téged is csak a pénz érdekel, meg csupán a világbékét, meg csupán csak a világbékét keresed. A cigány kerékben csücsülve, na ég veled, a szabadságot te még nem ismered. Azért akartam, mert gyerekkoromban soha nem akartam verset írni, de amikor olvastam Arany Jánost, és mondták nekünk, hogy a gyerekek, ez, akkor még ez volt a divat. Gyerekek, ezt holnapra tanuljátok meg, a családi kör, vagy Arany János Toldi. Ki tudja ezeket a verseket? Ki bűröm? Ja. Na most várjál, vagy Petőfi Sándor, a Tisza. Megadom azt a lehetőséget, hogy szűkítsük. Mondjuk 3 szerelem, nő, férfi. Tessék. Férfi és a nő szerelmesek lettek. Kérem? Férfi és a nő szerelmesek lettek. Mikor lesz ebből egy egyszerű szó leírás helyett vers? Mi a különbség te szerinted egy vers, ha szabad vers is, és egy ilyen tagolt szavak egymás mellé mondása között? Ha érzést rakunk bele. Kérem? Ha érzést rakunk bele. Akkor nyomás. Na, rakjál bele egy kicsit. Szerelem, férfi, nő. Nő, szerelem, férfi. Nő, férfi, szerelem. Hűség. Kegyelem. Nő, férfi, hűség, kegyelem. És készítés. Kérem? És készítés. Bocsánat, de ez olyan szépen. Én csak mondom, hogy motiváljam. Tudom, csak olyan szépen összeillett. Hát tudom, de ez kevés, mert ezt én csinálom. De én azt akarom, hogy a kislányból, vagy ezekből akárki beleszólhat, addig nem megyünk haza, még ebből nem lesz le. Férfi és szerelem, nem megy ez nekem. Nagyon jó. Férfi és szerelem. Nem megy ez nekem. Eddig te viszed a pálmát. A hűség szerelem. A szerelem hűség. Ez jó.
Látjátok, hogy le lehet egyszerűsíteni az életet? Kérdezhetek valamit? Kinek a családjában van olyan szülő, akinél ez sokat ér, olyannyira, hogy a gyerek is érzi? Azért álltam föl, mert ez az isteni szentség. Ezért tartogattam ezt a két szót, és kihoztam belőletek. A hűség, a szerelem záloga. A szerelem, a hűség futára. Ha van szerelem, és meg tudod magadat láttatni a másikkal, és azzal te szerelemre gyújtod az ő szívét, akkor abból lehet egy hűséges szerelem. Én kívánom, hogy mindenki ebben a két szó kapcsolatában teljesedjen ki az élet során, és ne feledjétek el, ha lesz gyermeketek. Viselkedjetek úgy, éljetek úgy, hogy a szerelem és a hűség jegyében zajjon le az egész életetek a családotokkal együtt. Kívánom, hogy ebben a boldog két szóban teljesedjen ki az egész csapat, aki itt volt, és aki nem volt, az is. Köszönöm, hogy itt voltak.